cél, hogy több rendőr legyen az utcán, ezzel indokolták a budapesti rendőrfőkapitányság átszervezését még a múlt héten. Ezzel a céllal Budapesten valószínűleg mindenki egyetért, de vajon tényleg csak erről lenne szó? És hogyha igen, akkor miért csak most jutottunk el ide? Krémer Ferenc szociológus a vendégem, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Szociológus és egyébként tanít a rendőrtiszti főiskolán. Ó, már nem tanítok, már nem taníthatok. Tanított a rendőrtiszti főiskolán, ezt csak azért teszem hozzá, mert hogy ezért ismeri a szervezetet jól kívülről, belülről. Milyen értelmezésben közelítsük meg ezt a budapesti átszervezést? Hiszen nagyon sok olyan dologról van szó, ami laikus számára rendkívül meggyőzően hangzik. Ez az egyik probléma, hogy a laikusok számára meggyőzően hangzanak azok a frázisok, hogy akkor lesz a biztonság nagyobb, hogyha több rendőr lesz az utcán. Ez nem igaz például. De egyébként így gondolkodik a rendőri vezetés, sőt a politikai vezetés is. Már több mint 20 éve így gondolkodnak, ezért 5 duplájára a rendőrség létszáma a rendszerváltás óta. De a biztonságunk ugye nem nagyon növekedett ennek következtében. Tehát én azt gondolom, hogy ők az átszervezést végrehajtók tényleg azt képzelik, hogy lehetséges növelni a biztonságot azzal, hogyha több rendőrt tesznek, küldenek az utcára, de azért látni kell, hogy a budapesti rendőrség felépítésében, működésében, úgy, ahogy az egész országban is, tehát a rendőrség egészében számos nagyon-nagyon komoly probléma van, amelyet az átszervezések nem megoldanak, hanem növelnek. Például? Például régóta, évtizedek óta tudott, hogy a magyar rendőrségen a vezetői tiszti állomány létszáma aránya háromszor akkora, több mint 30%, mint az unió nyugati és északi felén lévő rendőrségekben. Vagyis, hogy túl sok a tiszt és túl kevés a közlegény? Hát igen, mondhatjuk így. Közlegény ugye nincsen. Nem, persze, hát ezt most én is átvitten értettem. Igen, tiszt helyettesek vannak. Nem, kevés nemecsek van, és sokan vannak viszonylag magas fizetéssel, magas beosztásban. Igen, de ez azt jelenti, hogy ez egy rendkívül rosszul megszervezett szervezet, egy rosszul működő szervezet, és ilyen a budapesti is. Tehát viszont a kérdés az, hogy ez, amit most csinálnak, megoldása erre a problémára, vagy nem megoldás? És mennyiben megoldás? Az ugye látszik, hogy sok mindenkit átirányítottak más részlegekhez. A sajtóban azt írják, hogy fizetések is fognak csökkenni ennek kapcsán. A vezetés ezt egyébként tagadja, és azt mondják, hogy a fizetését az körülbelül mindenki megtarthatja. Ez kevéssé tűnik valószínűnek, de ez majd ki fog derülni. Itt csak feltételezésekkel élhetünk természetesen. A szakszervezetek dolga megvédeni lenne, a szakszervezetek dolga lenne megvédeni a beosztott rendőröket, illetve az áthelyezett rendőröket, de hát nagyon úgy tűnik, hogy mint ahogy az elmúlt 20 évben a rendőrszakszervezetek most se csinálnak semmit. Tehát kiszolgáltatottnak hagyják az alkalmazottakat. Na most látszik ebből az átszervezési törekvésből a gondolkodásmód. Ennek egyik nagyon fontos eleme tényleg az, hogy azt hiszik, hogy több rendőr, nagyobb biztonság. Tehát van egy ilyen lineáris összefüggés a kettő között, pedig, hát azért gondoljunk bele, mindenki lát rendőröket az utcán, Budapesten. Egyébként az utóbbi időben, egy-két hétben talán, feltűnően többet, valóban. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy mit lát, mit csinálnak. Mert nem az a kérdés, hogy hány rendőr van az utcán, hanem hogy hogyan dolgoznak. Tehát többnyire azt látjuk, hogy egymással beszélgetnek. Ez valóban nagyon hatékony. Több autóst állítanak meg mostanában, nekem legalábbis úgy tűnt. Igen, most a gyalogos rendőrökre gondoltam, igen, valóban, és aki aluljárókban, utcákon, tereken nagyon kellemesen elbeszélgetnek egymással. Ez vajon növeli az emberek biztonságérzetét egyáltalán? Mondhatjuk, hogy persze egymással beszélgetnek, meg mondhatjuk, hogy rendőri jelenlét van. De a önmagában elrettentő erővel bír. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Tehát ez az egyik frázis, amivel ámítják magukat a politikusok is, a rendőri vezetők is, sőt a civilek is. Nem. A biztonság a rendőrök
munkájának minőségétől növekszik. Attól, hogy megváltozik-e a rendőrök és a civilek közötti kapcsolat, elkerülik-e a problémákat a járőrök, a szolgálatot teljesítő rendőrök, vagy nem kerülik el, vagy hajlandóak-e segítséget nyújtani embereknek egészen apró dolgokban, vagy nem hajlandóak. Na de hát amikor olyan változtatások lesznek, hogy például a főváros 10 forgalmas csomópontján a készenléti rendőrség munkatársaival reggel 6-tól éjjel 10-ig állandó szolgálatot alakítanak ki, igen, akkor ez nyilván arról fog szólni, hogy hajlandóak legyenek segíteni, ha kell. Nem igazán. Gyors reagálású gépkocsi és járőrszolgálatot állítanak föl, metrórendőrséget állítanak föl, a déli pályaudvaron állandó rendőrőrsöt állítanak föl. Na most, hogyha ezt mind összeadjuk, akkor lehet látni, hogy a koncepció az a legrégebbi, ez a bűnözés elleni háború koncepció. Olyan egységeket hoznak létre, akik majd üldözhetik a bűnt, illetve a bűnözőket. De nem látok ebben a koncepcióban sehol egyetlen olyan elemet sem, ami a bűn megelőzésre koncentrálna. Márpedig a jelenlegi korszerű rendészetben, policingben az a lényeg, hogy a bűn megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Tehát nem várjuk meg, amíg elkövetik, nem várjuk meg, amíg olyan helyzet alakul ki, hogy szabálysértések, bűncselekmények követhetőek el, hanem megpróbáljuk ezt megelőzni. Hol van ebben a koncepcióban ez? Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Köszönöm.